Az ökoépítés hazai terjesztése és tanítása érdekében léptek szövetségre a Környezettudatos Építők Szervezetének tagjai. Az egyszerűen körépítőknek nevezett közösség 2019. március 15-én alakult. Célja, hogy az újrahasznosított anyagok használatával és a modern technológiának az ötvözésével egy olyan építési alternatívát nyújtson, amely által növelhető az energiahatékonyság, megvalósítható a környezetvédelem. A Heves megyei építészkamara és a Környezettudatos Építők Szervezete konferenciára várta az érdeklődő vállalkozásokat az iparkamarában, hogy tájékoztassa őket az ősi technikák használatáról az építészetben. Varga Rita építészmérnök elmondta, a szalma a kender mellett egyre divatosabb a vályog használata is, illetve a vályog építkezéshez való visszatérés. Azt kell tudatosítani, hogy ezek az anyagok egészségesebbek. Tehát a bent lévő klíma sokkal kedvezőbb, mint azoknál az anyagoknál, amelyek fosszilis energiából keletkeznek. A rendezvényen szó esett az ökoházak energiahatékonyságáról, a természetes építőanyagok használhatóságának szabályozásáról a hazai építőiparban. A résztvevők megismerhették azt az egyedülálló kísérletet, amely bemutatja, hogyan lehet építkezni természetes anyagokból, a cement és a beton, valamint a mérgező anyagokat tartalmazó mai szerkezetek kihagyásával.